A Yaris is japán első számú motorolaját, a Zeneost használja. Ez itt a Gonosz Swift második évada. A fordított kormányt megtartottuk, de vittünk bele egy kis extrát is. Így van, ezt az autót már ketten fogják vezetni, automataváltós, és a pedálokat áttettük az utas oldalra, viszont a két pedált is felcseréltük. Ismét előre vettük fel az egész évadot, tehát a vendégek nem tudják, hogy mire számíthatnak. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és kezdünk is! A Gonosz Swift mai adásában Piskolti Kevin és Kem Zozó. Ugye mindketten olyan sportban vagytok benne, ahol a risk reward az egy ilyen eléggé kardinális kérdés. Akár a driftről, akár a freestyle BMX-ről beszélünk. És mindketten fiatal srácok vagytok. Eljött-e már az a pont, hogy tudjátok, hogy hol kell meghúzni a határt, vagy még inkább felülről keresitek ezt? Szerintem én a saját sportomban tudom. Vagy, ott tudom, kérdez. De hogyha mondjuk driftelni kell, akkor nem tudom. És szerintem ez fordítva is igaz, hogy Kevin a driftben tudja, de hogyha mondjuk ráül egy BMX-re, akkor azért bevállal olyanokat, ami... Vannak ilyen sztorik? Rá szoktál ülni BMX-re? Persze, úristen, azért szoktak lenni bukások mostanában. Mióta a Driftmasters-ben vagyok, csökkentek ennek a bukásoknak a számai. De inkább ez... autóval bukni? Igen. Arra is volt már példa. Úgyhogy egyre jobban tudatosul bennem az, hogy driftelek, hogy tényleg egy szimulás szériába megyek, de akkor nekem le kell csökkenteni a BMX-ezések számát, a levezés, minden extrém sportot. Úgyhogy mostában óvatosabb vagyok, de régen voltak sztorik. Honnan ered a ti kapcsolatotok? Nagyon régóta Gyulán szülők, és már ismertek egymást, Gyula azért egy kisváros, és szerintem ott azért mindenki ismeri egymást, főleg ott a skateparkból elindult, igazából én az autókat is szerettem, tehát hát én még elkerülhetetlen ott... volt. Igen, hát Patrikkal, Zozó tesójával mi együtt ballaktunk az óvodába, de egy óvodába jártunk, egy folyamtárs, egy gimnáziumba, szóval szinte már onnantól kezdve. Ja, végig együtt emlékszem, hogy... igazából gyerekkorunkban. Igen, de emlékszem, hogy régen legóztunk. Náluk. Ritkán, de ezek így megvan. A Lego most is megvan, csak kicsit nagyobb. Igen, egy kicsit. Driftmaster szemlegetted, ugye. Ilyenkor azért ugye az ember odaáll mondjuk ilyen külföldi nagy csapatok mellé, ahol mondjuk van egy kvázi korlátlan büdzsé, meg ilyenek. El tudod engedni tényleg azt a nyomást, ami ilyenkor így rajtad van, hogy tényleg fel kell velük venni a tempót, meg hajtani kell, ellenben neked van egy autód. Teljesen el tudom ezeket engedni. Kellett idő, hogy ezt megtanuljam mentálisan kezelni, mert itt fejben dől el minden. És eleinte nagyon nehéz volt, hogy úristen, itt a James Dean, úristen, itt a viccek, itt van mindenki, akin felnőttem meg, akikre felnézek, de talán a tavalyi év elején ez így megszűnt, és onnantól kezdve tudatosult bennem az, hogy jó, akkor én most itt első szeretnék lenni, úgyhogy csapatszinten igyekszünk majd mindent megtenni ennek érdekében. Drukkolunk hozzá, de itt közben Zozónál is alakulnak a dolgok. Ugye emlegetted az olimpiát nem olyan rég, hogy jó lenne kijutni le. Hogy ez az aspiráció amúgy hogy áll? Tehát ugye beszélgettünk erről a risk reward dologról. Igen. Hogy ilyenkor az ember azért egy kicsit meghúzza magát, és edzésnél szerényebbeket vállal, mert az olimpia a cél, vagy ilyenkor még jobban meg kell hajtani, mert az olimpia a cél. Szerintem inkább a második az állja meg a helyét, mert most minden másik versenyző a világ összes többi pontján megpróbálja kihozni magából a 110%-ot. Belőle mondjuk egy 130-140-et kellett volna kihozni, hogy ez most idén összejöjjön. Ugye ez 21-ben volt, meg most 24-ben lesz olimpián freestyle BMX. Én a 28-at még most megnyomom, ez idén most sajnos nem jött össze, de úgy gondolom, hogy így 2-3 lépést magamhoz képest azért fejlődtem, 2-3 szintet. Szóval úgy gondolom, hogy az eddigi karrierem során most vagyok a legerősebb így a BMX szempontjából, és szeretném még a következő 4 évet megnyomni, aztán hát ha összejön. Zozó, néztem az oldalatokat, és láttam, hogy indítotok tábort és oktatást fiataloknak, egyebeket. Most amikor én voltam ilyen 12-3, minden faluban kinőtt egy dörtpálya, mindenhol volt néhány korlát lépcső, amit megsúszkáltak. Ez most még úgy tart, vagy vissza kell terelni a fókuszt az a BMX-re? Én is kicsit azt éreztem, hogy régebben azért megtalálták a fiatalok a lehetőséget, és volt élet, és maguktól elkezdték ezt, és most szerintem pont ez hiányzik, ez a
ez a spontanitás a gyerekekből, na most akkor csináljunk egy ugratót, összefogunk, közösen kimegyünk, és mi emiatt igazából tartjuk a táborokat, hogy azt vettem észre, alapból mióta olimpiai sport, hogy a szülők úgy merik rábízni a most már korábban kezdik 10-11-12 éves gyerekeket, hogy figyelj, van egy oktató, ő megmondja, hogy mit csinálj, időt is megsporulunk a gyerekeknek, meg mégiscsak azért hamarabb felfelülni, tudatosabban, biztonságosabb keretek között tudják a sportot űzni, és szerintem ez kell most, és emiatt próbáljuk egy kicsit ezt ösztönözni, hogy figyelj, oké, eljössz edzésre, de otthon is tudsz bicózni. Ugyanúgy tudtok a haverokkal ugratótásni, és szerintem ez kicsit átalakult, és most már erre van szükség. Nagyszerű. Van-e élményetek a régi Swift-tel? Mondtátok, hogy tőletek se álltával az, hogy venni ilyen leütött autót, és megrugdosni valahol? Van. Határozottan van. Édesapukámnak a cégénél minden év végén, kivéve a tavalyi, voltál már kint? Nem volt. Szoktunk tartani egy olyan derbit, ahol ilyen 30-40 autó. Uh-huh. És akkor minden van. Aztán mi pont egy Suzuki Swift-et megkaptunk, egy ilyet. Az 1.6-os volt, azt hiszem. A Big Block. Igen. Elvesztem. És a kocsi? Amíg. És a kocsi is elvesztem. De az autó is tetszett? Nagyon. Meg én szeretem az ilyeneket vezetni. Szóval én régi autópárti vagyok. Ja, én legjobbak. Sokkal legjobbak. Tehát amikor beszállsz az autóba és érzed azt, nagyon jó feeling. Úgyhogy részemről ez már régóta. Láttátok a pályát? Láttátok az autót? Van esetleg terv, hogy mentek? Mert ugye ketten kell vezetni a járművet, ki hova ül, esetleg váltotok egy fordulatot. Én nem tudom, mire van szó, mi lesz, Kevin? Jobb a gázon, bal a jobbon. Ez lesz. Oké, akkor szerintem üljetek be, aztán nézzük meg. Mert a kőpapírollóval. Jó, hogy? Háromig vagyunk. De hogy várjál, a kormány a tét, vagy? A kormány. Jó. Kőpapírolló. Mennyire tartunk te? Most a 2-1. Azt hiszem, olyan jól elvoltatok. Kőpapírolló. 2-2. Döntő. Kőpapírolló. Ez már. Ez egy alternatív motormelegítés volt. Itt szoktam. Na. A Jeepet is? Azt is, persze. Na, várja. Köszönjük kb. Másfél métert előre. És várja, hogy van? Ja, nekem sehogy kézi. Te vezet, kormány and kézi. Igen, neked jó. Pedig pedál and váltó. Jó. Van egy ötletem. Képzeld el, mint a te... Van egy ötletem, mondjam az ötletedet. Képzeld el, hogy te is vezetsz. Kormánnyal, jó. És hogy vezetnéd. És akkor talán meg lesz itt a... Három. 2, 1, rajt! Geci, várja! Ja, mert ez fordítva megy! Ember. Kevin, mi volt a terv? Várjál, mert ebbe fordítva van a kormány! Igen. Bazd meg! Várjál, óvatosan elsőnek. Látszik? Jó, várjál. Jó, várjál, akkor menjünk. Ember! Másik irány, tesó! Lassan. Másik irány, van? Lassan. Jó, de tekerjed a kormány, tekerjed lassan. A kormány! Úgy, jó. Hát te mi a fasz? Másik, szedjed! Nyomjad! Bazzik, a GoPro leesett, vágod! Én majd fogom a GoPro-t, nyomjad! Lassabban! Jó. Leszakadt a GoPro, tesó! Telik be egyenlesen! Ugye, megtisztom autóval támom! Telik be megy! Jó, nyomjad! Másik irányt! Valam, figyelj! Jó. Várjál, nem tudok ötni magam. Megérkeztek a Manna ABC jó. Feladathoz. Persze, hogy jó ember! Várjál! Hogy van itt? Ne merj! Azaz! Nyomjad, nagyon jó! Még mehet! Még! Tesó! De most mit csinálják? Egyenes is ki! Hát, bazd meg, de... Menjünk egyenesen? Egyenesen megyünk. Előre. Új. Bazd, és most! Új, meleg tesó, akkor a kezembe, égeti a kezemet. Várj, így. Látsz? Szedjed. Várj, lassabban. Szedd bele! Jó, most. Szedd bele! Figyú, ez stabil, mint a forint. Mehetünk, előre. Várj, vagy arra megyünk. Arra.
másik irányba. Úgy? Lassan. Nem, jó, nagyon jó. Gáz. Hallod, én tökre elfelejtettem, hogy ez izé. Arra, jó. Igen. Jó. Felébe vágtunk ezt. Jó, és... Várj, és akkor... Nem férő! Onnan kerül meg, kézi! Kézi! Szép halál, vissza kell menni, menj, ember! Oda, menj! De oda megyünk, mi van veled? Oba. Hol alszol? Ja, várjál, oda! Oda megyünk vissza! Ja, bassza meg! Másik, várjál. Másik irány! Ne, figyelj, vissza! Jó, másik, úgy! Jó, oké, most? Oda megyünk, nézd csak! Félsz. A kommentátor is ide, oda, arra, másik! Hallgatás, ezt próbálj! Ezt próbálj, tesó, ez nagyon para! Jó vagy! Veled mi? Mi van Driftmasters? Mi van Driftmasters? Ó, kurva, egyből telibe vágod a izét! Megérkeztünk! Hallod? Egyből telibe csapja az első világ! Elfelejtettem, hogy fog... Jó, hogy nem én ültem be először oda vágod! Szeretnéd egy héttel hamarabb nézni a Gonosz Swift epizódokat? Gyere a Patreonra, támogass minket, és már most megnézheted a jövő heti részt. Óvatos leszek, jó? Ismerkedj! 3, 2, 1, rajt! Ember! De csó! Új? Kicsi gáz. Jó. Tartsad a izom. Ezért nem mert látod, becsapós. Cső! Szóval, gáz, mehet kicsi. Ez az kicsi. A féket, ember! Váltsál már! Hát, gáz! Jó, fék! Mehet. Észre. Azaz. Minden rendben! Ésszel, készül vizére. Jó. Fékezz be. Fék. Oh, ott. Váltsál. Kop. Fék. Előre. Jó. Fék. Aha, mehet. Ott találtok jobban. Stop! Egy kicsit... Jó, oké, még akkor? Még? Ne! Előre! Hát előre! Jó? Jó, tartsad egészen. Jó. Jó. Szóval mi a para, hogy elfejtem, hogy én nyomom a gáz. Jó. Jó, kicsi gáz, tesó. Gáz. Dolgozik az ócsika. És te vagy a kéz. Vere. Gáz! Kevin! Nyom nem fog, kop. Kevin! Ez nem így kell. Új. Gáz. Előre. Húzunk egy keresztet. Jó, átmentünk rá. Az. Úgy van. Gáz! Amúgy ez nem volt rossz. De hallod? Ugyan, én tudom. Furcsa, de lehet ez lehet. Csak ne ilyen izén. Akkor most csináljuk azt, hogy megint te leszel, mert sokkal ügyesebb voltál. És annyi, hogy ne... Az mi volt? Mondom, fény! Gáz! Ez is fordít volt azért! Hát azt, hogy tudod, én tudom, hogy fordítani, azt én sem éreztem, hogy mizu. Azért egyik amúgy lábbal. Ez lesz. Fú, nem lesz, azt tudti. Na menjünk vissza, szerintem kell rendezés. Hát semmi majd. Hogy fékezik, azt rálépett a gázra. Ez így nem jó, azért nem valami. Nem, hozzá fogok szokni. Jó. Igen, még majdnem egy csöröd van megszokni. Igen. Kettő. Mire jutottatok? Így, hogy... Maradok. Én a kormánynál, és akkor Kevin meg gázfék. Igen. Nagyszerű. Itt, ezt majd, úgy...
Igen, mert itt óvatosabban kell, hogy most, azt vissza kell majd építeni. Igen, az kell ott tíz év lendület. Ha most megkérdezné valaki tőlem, hogy ezt nehezebb vezetni, vagy a 800 lovas kocsit egy rigai pályán, ahol 160-nál megyünk keresztbe, akkor azt mondanám, hogy ezt. Ez volt a célunk, hogy legyen benne kihívás. Van benne. Nektek van még benne kihívás? Persze, hát az egy személyessel, tehát ebben csak a kormány van fordítva, azzal azért már úgy elkaristolunk, a két személyes az még azért szívós, de... Fú, nagyon Dani meg Oliver ilyen 45 körül megy körbe. Jézusom! Lehet, ezt hogy 50, nagyon... nem tudom, valami ismi, de perc alatt. 45 másodperc. Már is mennyi volt ez az idő? Tényleg? Felborítottuk amúgy a férfe. Igen, a férfe. Alkudoztunk itt, hogy... Hát ugye ez egy... Az előző körötök az 2.50 volt az a... 2.50? 2.50 két hibával. Ez már... Tippeltek egyet? Na. Tippeljünk. 2.20. 1.56. 2.13. 6 hibával. És tehát a 2.13-ra még rájön 6 hiba. Fú, ja? Okay. Akkor az amúgy... Fejlődés. Jövünk lefele. 3, 2, 1, rajt! Gáz. Jó. Hát figyelj, majd lassabban. Jó. Nem csapod, tekerem. Fék. Na, igen, előre. Fék. Előre. Fék. Gáz. Szóld el magad. Várjál, most. Gáz. Jó, ennyi, nem jóság? Izgultál? Én is! Úristen! Ott az üvegnél lehetett volna tényleg egy kicsit tovább menni és jobban betenni, mert itt kettőből kellett megmondani. Ja. Hú, itt azért a koncentráció van, szóval mennyi az idő? Lehet tippelni? Nem. Lehet. Bármi. Lottószámokat mondjad inkább. Jó. 1.20. Szerintem megvolt az 1.20. 1.39. Vagy nem. 1.40. Annál kettő. Sokkal jobb volt, haver. 2. Nem. 1. Az. 10. Micsoda? 4. Nagyon jó! 1.14. És nem volt hiba. Profi volt a sofőr. Komoly volt, aki a gázt adta. Na most jön a szórakozás. Szóval, az nem tudom, hogy előbb, hogy megvolt a kamerának, de melyiket könnyebb vezetni, a versenyautót vagy ezt? Versenyautót. Nem, amúgy pont, ezt lehet, hogy kamerán kívül mondtuk, de hogy egy 800 lovas autót Rigába, ami a életem legparább pályája, 160-nál megyünk keresztbe, könnyebb, mint ez. Nem egyszerű, az biztos. Nem. Úgy eddig Szerintem amúgy jól döntöttünk azzal, hogy te elkezdted, hogy kipróbáltuk, hogy melyikünk megy jobban. Mert ő látta. Utána akkor megláttuk, hogy felmértük, hogy akkor hogy is mind, és az vezetett, akinek jobban kézrelt. Igen, mert te láttad, hogy nem kell. Tehát, hogy azért egy Swift is arrébb rak egy traktorgumit, és utána... Amúgy most tényleg az, hogy ez nem csak ennek az évadnak, de hogy az egész eddigi szériának a legdurvább sérülése az autón. Azért ezt is elvittük. Nem biztos, hogy ennek örülni kéne, de amúgy nem. De azért egy pacsit megérdem, a sunyi pacsi. Szeretnék még egy dolgot kérni. Igen. Egy aláírást a géptetőre, mert ugye ezt is majd jótékonysági érdemben elcsapjuk. Ugye az is cserés. Úgyhogy légy szíves valahova egymás alá. Melyik spot tetszik? Vagy ez, nem? Ez. Ez. Én mindig odaírom a rajtszámot is.
Én nem, mert nekem nincs. Nincs, jó. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük szerintem szépen. Super flash volt. Nagyon jól éreztem magam. Akármerre mentek tovább, a legjobbakat kívánom. Ezután, ezután komoly lesz beülni a kocsiba, nem? Igen, igen. Most haza vezetni. Köszönjük szépen a lehetőséget. Ne vicceljetek, mi köszönjük, hogy jöttetek. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, jövő héten folytatjuk. A Gonosz Vix következő párosa Kovács András Péter és Janklovics Péter.